Köszöntöm nézőinket, Önök Kapos Menti magazinunkat látják? Jela Jászmin Grace vagyok. Lássuk mai magazinunk tartalmát. Dombóváron is megemlékeztek november 4-éről. 110 millió forintból bővül a bölcsöde Dombóváron. Háromnapos borünnep kulturális programokkal. Fákat ültettek a megszületett gyerekekért. Varga Géza emlékkiállítása nyílt a Majoros Galériában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeztek országszerte a Nemzeti Gyásznapon. Pontosan 65 évvel ezelőtt, november 4-én minden előzetes figyelmeztetés nélkül megindult a szovjet csapatok általános támadása a magyar főváros ellen. Az akkori eseményeket elevenítették fel az I.S. Gyula gimnázium diákjai Dombóváron, az emlékműnél történt koszorúzást követően. A Nemzeti Gyásznapon az 1956-os emlékműnél rótta le tiszteletét és helyezett el koszorút Pintér Szilárd polgármester, valamint a képviselőtársai, az önkormányzati hivatalok, intézmények és civil szervezetek képviselői. A csendes megemlékezést követően a dombovári I.S. Gyula gimnázium 9-es tanulói emlékműsorral várta az érdeklődőket. Amíg szól a dal, 56 A színházterem megtelte az emlékezni vágyókkal, akik a diákok műsorával elevenítették fel 1956. november 4-ét. Nemzeti történelmünk számos példát szolgáltatott arra, hogy a szabadság kivívásáért, jogaink megőrzéséért a magyarok akár a világhatalmakkal is képesek voltak szembeszállni. Nagyszerű példa ele az 1956-os forradalom és szabadságharc. Minden, amit a szembe lát, itte föl meg kenyeret át, a folyók tele halakkal, a szőlőhegyek falvakkal, ez a haza. Hol egykor őseink laktak, itt csatáztak, itt mulattak, ahol a határt ők szabták, s örökségű ránk hagyták, ez a haza. Ez a föld, mely drága nekünk, melyet legjobban szeretünk, ahová bármerre járunk, mindig vissza-vissza vágyunk. Ez a haza. November 4-én hajnalban az ország egész területén megindult a szovjet támadás, de a magyar ellenállás a bukás tudatában is felvette a harcot a gépesített hadosztályokkal. A nehezen kívül volt szabadság drámai küzdelemben vérzett el. Fölöttünk a szabadság millióm illata, 848 és 56. A 20. század népünkre, mint a többi népre is sok megpróbáltatást volt. A két világháború, a szenvedés, a halál, az országhatárok hatalmi érdekek szerinti megváltoztatása. Az emlékműsort a gimnázium 9-eseinek közös produkciója zárta. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a kurunk. Vissük ide, ha fel, hogy megmarad ez a hely, hogy egyszer bele halunk. Szedényi Zoltán igazgató egy saját emlékkép felelevenítésével emlékezett meg az egyik közelben történt eseményről. Nyáron egy családi kiránduláson szembesültem vele, hogy épp környékünkön, a Magyaregregy melletti Máré váránál volt az egyik utolsó fegyveres összecsapás felkelő fiatalok és a megszállók között. A várba behúzódott szabadságharcosok közül két fiatal nem menekült el, vállalta a kilátástalan, nyílt küzdelmet az agresszorokkal szemben. Az életükkel fizettek érte. Nagy a világ! Művészileg igyekeztek a gyerekek áttekinteni mindent, a dicsőségtől a leverés napjáig, átélve a magyarsággal együtt azokat az élményeket, azokat a sorsfordulókat, amiket elszenvedtek. Nagyon tetszett az összeállításban nekem így kívülállóként, hogy sokféle színpadi elemmel, sokféle műfaji elemmel találkozhattunk. Örülök neki, hogy volt egy kis táncosabb jellegű produkció, és hát a finálé, azt gondolom, aki látta, hallotta, nagyon
szívébe zárta, hiszen elementáris volt, és hogy ennyi gyerek egyszerre megjelenik a színpadon és alkot valamit egy igazgató számára, ennél nagyobb büszkeség nem kell. Dombóvár város önkormányzata a pénzügyminisztérium által meghirdetett bölcsödék fejlesztésére irányuló pályázatán 96 millió forintot nyert. A teljes beruházás 110 millió forintból valósulhat meg, melyhez az önkormányzat 14 millió forint önerőt biztosít. A forrásból az épület akadálymentesítése, a parkoló bővítése és az út felújítása készülhet el, emellett a meglévő eszközök cseréjére és új eszközök vásárlására is lesz lehetőség. Továbbá az udvari játszótér is megújulhat. Dombóváron a hamarosan induló bölcsőde fejlesztési pályázatnak köszönhetően 7 csoportban 84 kisgyermek felügyeletét tudják majd biztosítani. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a demográfiai hullám mentén nőtt a bölcsőde irányába az érdeklődők száma. Ebből adóan döntött úgy a képviselőtestület, hogy bővíti egy csoporttal a működését, amelynek nyilván infrastruktúrális fejlesztési vonzata is van. Szerencsés az egybeesés, hiszen amikor a döntés meg született és elkezdtünk volna dolgozni, megjelent egy pályázati felhívás, amelyre önkormányzatunk azonnal pályázott. Maximum 100 millió forintot lehetett nyerni ezen a pályázaton, és belső korlátok voltak, 30%-ot kell költeni eszközfejlesztésre, 70%-ot pedig infrastruktúra fejlesztésre. Nyilván a pályázat kiírója gondolatával egybeesett a miénk is, hiszen szeretnénk rendezni az udvarba a játszóeszközöket, bent pótlásra szorulnak, illetve az új csoport miatt beszerzésre bizonyos eszközök, úgyhogy 30%-ot bőven el tudtuk költeni. Nyilván ezáltal ki tudtuk meríteni a maximális támogatási összeget a beruházás tekintetében is. Sajnos, amikor a pályázatról döntöttünk, akkor úgy gondoltuk, hogy elég az a saját erő, amit oda csatoltunk, de hát menet közben az építőipari anyagárak annyira elszabadultak, hogy legutóbbi testületülésünkön október végén 10 millió forint saját erőt vállalt még az önkormányzat ahhoz, hogy ezt az elképzelést sikeresen meg tudjuk valósítani. Az építési felújítási munkák kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a napokban írta alá a kivitelezésre vonatkozó szerződést a polgármesterrel. Új járda készül a bejáróba, új parkolók készülnek, és aszfaltozás lesz, ami a külső részben lesz. Meg annyiból érinti majd még a szülőket, hogy a csoportszobák is, a meglévő csoportszobák is festve lesznek. Lesz két új csoportszoba a vizes blokkjával, az teljes felújítást fog kapni, ahhoz lesz egy külső, az udvari kapcsolattal rendelkező térkövezett rész kialakítva. A felújításra kerül a csoportok közötti térelválasztó kis kerítések, és kap egy mozgáskorlátozott WC-t, egy mozgáskorlátozott rámpát a bejáró. Reméljük, hogy az időjárás is támogat bennünket annyiból, hogy az aszfaltozást meg tudjuk csinálni a végén, mert az eléggé időjárás függő, a többi rész az nem annyira, azt tudjuk, belső munkákat is, és az óvoda vezetővel, vagy bölcsöde vezetővel kell még egyeztetnünk azt, hogy milyen ütembe tudja felszabadítani a szobákat, a csoportszobákat, meg a belső részeket, mert a belső közlekedők is érinti ez a felújítás. A vállalkozónak a kivitelezésre 5 hónap áll rendelkezésére. A munkálatok idejére türelmet és megértést kérnek a gyermekeiket bölcsödébe vivő szülőktől. A teljes beruházás előreláthatólag jövő év március végéig fog elkészülni. Domborfest, a dombóvári borünnep, amely színes programokkal várja az érdeklődőket november 11-e és 13-a között a Művelődési Ház előtti téren. 12-én pénteken a kultúrát borfogyasztás rejtelmeiben lehet elmerülni, szombaton pedig a hagyományőrző csoportok gondoskodnak a jó hangulatról. Dombóváron a hétvégén 5 különböző pincészet borainak kínálatából válogathatnak a Domborfestre érkezők a téren elhelyezett új faházaknál, ahol az ünnepre gravírozott boros porrakkal készülnek a szervezők. A szervezők nevében sok szeretettel hívom meg a dombóváriakat és a térség lakóit a Domborfestre, ami november 12-én pénteken este itt a Művelődési Házban egy a kultúrát borfogyasztásról szóló ismeretterjesztő előadással és kóstolóval indul. Másnap, szombaton délután, itt a Művelődési Ház előtti téren zenés, énekes, táncos produkciókat láthatnak az érdeklődők.
helyi és környékbeli fellépőkkel. Ugyanitt tartják majd a kertbarátok a Szent Márton napi újbor versenyüknek az eredmény hirdetését. Az értékes nyereményeket kínáló tombola sorsolást követően az S-Star vendégeként a Shramli Kings ad műsort. Mindeközben pedig a szekszárdi és a tolnai történelmi borvidék finomabbnál finomabb nedvét kóstolhatják meg az érdeklődők. A város polgármestere Pintér Szilárd arról szólt, milyen fontos az önkormányzatnak, hogy olyan kezdeményezések mögé álljon, ami a helyiek szórakozását szolgálja. Hát remélem, hogy elsőprő fesztivál lesz az őszi fesztiválhoz hasonlóan. Itt is szeretném megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy ezt a feladatot magukra vállalták, és nyilván csatlakozott hozzájuk a Dombvári Kertbarát Egyesület is. Ezt követően mi sem voltunk nehéz helyzetben az önkormányzat, hiszen miután már kettő lelkes szervező megjelent, harmadikként a felkérésnek megfelelően mi is odaálltunk ebben a sorba, és remélem, hogy összetudunk hozni egy olyan szombat délutánt, hogy emlékezetes lesz minden érdeklődő számára. Mindig nagyon fontos ebben az időszakban, amit az elmúlt két évben jelünk, még jobban felértékelődött, hogy próbáljunk meg minden lehetőséget megragadni, hogy közösséget tudjunk építeni, az embereknek biztosítsunk teret és lehetőséget, hogy találkozzanak egymással. Nyilván előttem már az elnök úr elmondta, itt azért még a feltételek jobbak lesznek az átlagosnál, hiszen kiváló nedvüket kínálnak majd a bódékból, és remélem, hogy oldott, kötetlen beszélgetések sokasága fogja betölteni a szombat délután, és mindenféleképpen azt is remélem, hogy az érkezők jól fognak szórakozni a nemzetiségünk által kiválasztott fellépők jó voltából. A népi időjóslás a november 12-e és 25-e közötti időszakra teszi hazánkban az első havazásokat, de hogy erre, vagy rossz idő esetére, mivel készülnek a Domborfest szervezői, megtudhatjuk a város polgármesterétől. Hát nyilván újbor csak össze lehet kóstolni, ez sajátosság ennek a történetnek. Óbor meg reméljük, hogy van még minden pincében, hogy azt is tudunk kóstolni, és hát erre azt szokták mondani, hogy jól esik, és lehet, hogy az égből is jó fog esni, de remélem, hogy a pohárból is mindenkinek jól fog esni. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a Dombovári Művelődési Ház előtti térre, pénteken és szombaton a Domborfest elnevezést kapott borünnepre. Régi szép szokás volt vidéken, hogy a gyermek születésekor a szülők vagy nagyszülők egy facsemetét ültettek el. Ezt az ősi szokást Dombováron is követik, ugyanis közel 100 darab csemetét ültettek el az elmúlt két évben született gyermekek tiszteletére. A kispolgárok parkjába várták az elmúlt két évben született gyermekeket és szüleiket Dombováron. A 2019. október 1-e és 2021. szeptember 30-a között születettek számára került egy-egy fa elültetésre. Közel 100 darab fa csemete került elültetésre, és ebből adódóan minden többen érkeztek, tehát egyszer-egyébben több száz ember vesz részt ezen a rendezvényen. Nyilván ők tudják a hagyományokat, hiszen 2-3-ig elültetik a fát, és a bölcsőde alatti pihenőnél várják a fiatalokat, és nyilván kedveskednek a gyerekeknek kis pogácsával, üdítőitallal, ezen túlmenően műsorral, és ügyességi játékban is részt vehet. Néhányan ezt magukra vállalják, és látogatják ezeket a fákat, és amíg meg nem ered, természetesen öntözik. Ezt követően az önkormányzat gondozza ezt a parkot, és próbál rendet tartani, de nyilván miután az úton is látjuk, hogy azért itt nap mint nap járnak rendszeresen, ezeket a parkokat látogatják is. Az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel, hogy a hagyományt megújult formában viszik majd tovább. Egy picit szeretnénk mi ezt újra gondolni, hiszen a faültetésnek van az a sajátossága, hogy csak késő össze lehet megtenni. Más városokban próbáltunk erre jó példát nézni, és nyilván hiszem, hogy találunk mi is erre megoldást. Ezt akár bejebb is lehetne elézni a városba, akár egy nagy játszótér közepére is lehetne tenni. Látunk már olyat, hogy elkészült egy nagy bronzalkotás, és arra föleveleket aggatnak, fölevére bele van vésve a gyermeknek a neve és a születési dátuma. Tehát egyelőre játszunk a gondolattal, hogy tárjunk fel új területet, és próbáljunk a zöldbe tovább ültetni ezeket a fákat, vagy csinálunk egy nagy, nagyon nagy központi játszóteret, ahol elejeszthetünk egy nagy-nagy életfát, amire lehet aggatni a leveleket 5 évig, 10 évig egy fára. Nyilván még egy fának meg kell a lehetőséget. Tehát olyan megoldást szeretnénk találni, ami hosszú távon biztosítja azt, hogy a szülők ezt a hagyományt tudják ápolni. Nyilván a gyerekek jól érezzék magukat, és hogyha ez egy nagy játszótér közepén lenne, szerintem a hangulata is teljesen más lenne, és nagyobb lenne a látogatottsága, mint itt a Konda völgyébe. A délután folyamán ásott, lapátot, locsolókannát ragadtak a szülők, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel telepítsék az önkormányzat által biztosított facsemetéket gyermekük születésének jelképeként. A helyiek jó kezdeményezésnek tartják, hogy a településnek van olyan része, ahol az önkormányzat évről évre fásít a gyermekek tiszteletére. Az újdonsult szülők mellett voltak olyanok is, akiknek nem ez volt az első faültetése. 5 évvel ezelőtt ültettünk egy fát itt a Konda völgyben, és akkor most a kisebbik fiamnál is
követjük ezt a hagyományt, és akkor a nagyobbik tesó is most el tudott jönni, és jó, nagyon jó érzés ez így, hogy mind a két gyermekemnek itt a természetbe egy fa örökíti meg az emlékét. András kisfia Ádám boldogan bolyongott nagypapájával a farengetekben, hogy ráleljen arra a fára, amit szülei az ő születésekor ültettek. Hát megnézzük azt a táblát, és akkor rátaláltunk. Kósa Szabó Tünde férjével is kislányával Rózával érkezett a közös faültetésre, elmondása szerint már régóta várták ezt az alkalmat. Nagyon jó ötletnek tartjuk, és már nagyon vártuk, amikor megszületett Róza, mert az unoka testvérének is, ő 7 éves, neki is már van itt kis fája, úgyhogy azóta erre várunk, hogy lehessen, és örülünk, hogy van ilyen lehetőség. A dombovári kispolgárok parkja egy pár év múlva már igazi hűset adó ligettel várja a természetbe vágyókat, a gyerekek számára pedig azt mutatja, hogy a gyökereik Dombovárhoz kötik őket. Elágazó ösvények kertjében ezzel a címmel nyílt meg Varga Géza emlék kiállítása a Dombovári Majoros Galériában. A tavaly 70 éve született dombovári szobrász művészre ritkán látható grafikáival és néhány kisméretű szobrával emlékeznek. Varga Géza autodidakta alkotó volt, aki kezdetben festett és grafikákat készített, majd 1975-76 körül kezdett el plasztikával foglalkozni. Eleinte mintázott, majd áttért a fafaragásra. A Gézának nagyon sok rajza van itt, javarészt már látom a műhelyében, meg több kiállításon, ahol együtt kiállítottunk, meg olyan rajzok is vannak, még a szobrok, jó rész, két szobó van, amit nem láttam eddig, de többit ismerem. Szóval nekem találkozás a régi barátommal igazán. Gézával nagyon sokszor dolgoztunk, itthon, még külföldön, különböző országokban, Afrikában, meg Finországban, meg Svédországban, meg Franciaországban nagyon sokszor együtt voltunk, és nagyon jó ember volt, és nagyon jó barát. A rendkívül komoly művésznek tekintem, és sajnos nem annyira felkapott valahogyan. Kicsit el van felejtve, ami szerintem tragikus, mert tényleg nagyon fontos művész a magyar művészetben is, szóval nagyon fontos helye kéne lennie, de ne, valahogy nem tudom, ez a... Lehet, hogy csak kiment a divatból egy kicsit ez a fás kör szobrászat. Az én hallgatóim körében nagyon népszerű újra, szóval van remény. A mély gondolatokat átadó gazdag anyag a természetből merített ikleteiből született meg. Nagyon foglalkozott a természettel, szóval, és nem az a természet, ami igazán azonnal látható, szóval nem tájképeket festett, vagy ilyen, szóval nem ilyen realista ilyen hozzáállás volt haza, de nagyon használta a csontvázakat, a halakat, olyan formákat, a fáknak a növekedése, a villámlás, szóval van olyan villámcsapások itt a falon, meg nagyon sok esetben az emberi arc csak maszk formában ugye, jelenek meg ezeken a rajzokon. A dombovári születési szobrász Varga Géza első egyéni kiállítását 1983-ban rendezték meg Budapesten a Fiatal Művészek Klubjában, valamint a Vas utcai szoborkertben. A dombovári emlékkiállítás pedig a Majoros Galériában november 19-ig látogatható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!